Kormányválság. Nem akadálytalan a nagy koalíció megalakulásának útja, mind a liberálisok, mind a szociáldemokraták feltételeket szabnak. Kelendő például a pénzügyi tárca. Véget ért a vakáció. Az iskolai személyzet átoltottságától függ a tantermi oktatás. Nem biztos, hogy ez volt a legjobb feltétel, amit megszabhattak. Vörös zónába került Magyarország. Főleg azokat érinti, akik nincsenek beoltva. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! A Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója híradónkkal egy időben ülésezik, hogy eldöntse, melyik párttal kíván többséget alakítani. Forint Kucuma azt mondta, a jövőbeni kormány élére a penelekkel adja a miniszterelnököt. A pár döntése értelmében a kormányfői tisztségre az alakulat elnökét jelölik. A PNL országos politikai bűrója fogja eldönteni, hogy az USZ-ével vagy a PSZD-vel lépünk kormányra, hangsúlyozta Florin Kötzu. A Nemzeti Liberális Párt elnökét arról kérdezték az újságírók, hogy a liberálisok hajlandók lennének-e elfogadni a PSZD kormányfőjelöltjét vagy sem. A szociáldemokraták úgy bejelentették, hogy az alakulat saját miniszterelnököt fog jelölni az államfővel való esedékes konzultálásokon. A Nemzeti Liberális Pártnak van néhány korábbi döntése, amelyről nem mondtunk le. Az egyik ilyen döntés értelmében a PNL-nek a kormányfőjelöltje az alakulat elnöke. Persze mi javasolhatunk miniszterelnök jelöltet, de a végső döntést az államfő hozza meg. Hozzátette, emellett van még néhány feltétel, amelyet a jövőbeni koalíciós partnereknek teljesíteniük kell. Florin Kötzu szerint a kormányfő célkitűzése továbbra is a költségvetési hiány csökkentése és a befektetések növelése kell legyen. Az országos helyreállítási terven nem szabad módosítani, úgy, ahogy azt egyesek a közbeszédben felvetették, nyomatékosította a PNL elnöke. Florin Kötzu ugyanakkor elismerte, a pénzügyminisztériumról semmiképp nem hajlandó lemondani a Nemzeti Liberális Párt. Mint fogalmazott, a liberálisok által vezetett szaktárca csodákat tett, hiszen a hitelminősítő intézetek negatívról stabilra módosították az országra vonatkozó gazdasági besorolásukat. Felhatalmazta a PSZD-t az Alakulat Országos Politikai Bizottsága, hogy egyeztethessen a PNL-vel, az RMDS-szel és a nemzeti kisebbségekkel a kormányalakításról. A testület ülését követően Szorin Grindjánó azokat a feltételeket ismertette, amelyekkel a szociáldemokraták hajlandóak lennének szerepet vállalni a kormányban. Több tárgyaló delegációt alakított ki a PSZD, hogy a liberálisokkal a kormányalakításról egyeztessenek, egyrészt a politikai megállapodásról, másrészt a kormányprogramról, és nem utolsó sorban az alkotmány módosításáról, nyilatkozta Szorin Grindjánó. A PSZD első alelnöke szerint az alakulat ugyanakkor számos olyan intézkedést javasol az esedékes közös kormányprogramba, amelyek a válságból való kilábalást szolgálják. Ezek között szerepel a tömeges tesztelés, illetve oltakozás, az energiaárak árának plafonálása, a nyugdíjak 11%-os növelése, a gyerekpénz emelése, valamint a minimálbér növelése. Arra Florin Kucu által tett nyilatkozatra, miszerint a PNL kormányfőjelöltje továbbra is a párt elnöke, Grindjánó egyértelműen reagált. Jól tudják, hogy mi kezdeményeztük azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet egyébként meg is szavaztunk, és amelynek révén Florin Kucu távozott a kormányfői tisztségből. Mi nem tekintünk el ettől. Florin Kötzu nem lehet egy olyan kormánynak a miniszterelnöke, amelyben a PSZD is szerepet vállal. A bizalmatlansági indítvánnyal gyakorlatilag szankcionáltuk a kormányfői készségét. Hozzátette, a PSZD döntése ugyanakkor azt is kimondja, hogy az a párt, amely a miniszterelnököt adja, nem kaphatja meg a pénzügyi tárcát. Ezzel gyakorlatilag újabb sarkalatos pontot érintett a szociáldemokrata politikus, hiszen a liberálisok foggal körömmel ragaszkodnak a pénzügyminisztérium vezetéséhez. Eddig a liberálisok azt mondták rólunk, hogy mi vagyunk a vörös Pest is. Hát azóta nem változtunk vörös keresztté, fogalmazott ironikusan Grindjánó. Döntött az RMDS is. Elkezdik a tárgyalásokat a PNL-PSZD-RMDS, valamint a Nemzeti Kisebbségek frakciójának támogatását élvező nagy koalíció kialakítására. Ennek csak akkor is csak azért van értelme, ha alkotmányos reformokat lehet végrehajtani. A parlamentáris köztársaság bevezetése egy ilyen fontos cél lehet. A múlt heti számok egyértelműen mutatják, csökken a koronavírus járvány ereje Romániában.
Az utóbbi hét napban 33%-kal kevesebb új esetet jelentettek, és ezen a héten már a fertőzöttségi ráta is csökkenő tendenciát mutatott. Az eltoltottság szintje azonban továbbra is elégtelen. 51.858 új fertőzöttet jelentettek az elmúlt hét napban az egészségügyi hatóságok, az azt megelőző heti 83.909-hez képest, ami jelentős csökkenést jelent. A fertőzöttségi ráta is csökken, Szucsáva az első megye, amely 3000-lék alá süllyedt, így kikerült a piros besorolásból. Szakértők egybehangzó véleménye szerint azonban ez nem vezetett korlátozó intézkedéseknek a következménye, hisz a járvány még ezek meghozatala előtt átlépte a csúcsot. Mivel a súlyos esetek a fertőzés kimutatása után 10-14 nappal kerülnek intenzív terápiára, és az elhalálozások 2-3 héttel később következnek be, az utóbbi számok továbbra is magasak, a kórházakra nehezedő nyomás csökkenésére is még várni kell. Jelenleg ezekben 18.849 beteget kezelnek, 1870 fő az intenzív ellátásra szorulók száma. Hétfőn 241 halálesetről számoltak be, közülük 224-en oltatlanok voltak. A járvány kezdete óta az áldozatok száma túllépte az 50 ezret, azaz 1000 lakosból ketten már meghaltak SARS-CoV-2 fertőzés miatt. Eközben ismét csökkenőben van az oltás iránti hajlandóság is, miután a korlátozások bevezetése után sokan ezek hatására oltatták be magukat. A felnőtt lakosság átoltottsági aránya alig 45%-os, azaz továbbra is elégtelen. Vasárnap csupán 24.792-en kapták meg az első dózist, a múlt heti rekord pedig pénteken volt 45.204 fővel. Hogy tavaszig legalább a 70%-ot elérjük, naponta 100 000 új beoltottra lenne szükség. A sokkal magasabb átoltottságú nyugati országok példája pedig azt mutatja, hogy az oltatlanok az új, fertőzőképesebb törzsek elterjedésével nem kerülhetik el a fertőzést, és noha a megbetegedés a beoltottak között is előfordul, ennek valószínűsége 20-szor kisebb, mint az oltatlanoknál, a fertőzés miatti elhalálozás veszélye pedig 60-szor alacsonyabb. A mostani átoltottsági szinttel és jelenlegi oltási ütemmel elkerülhetetlen, hogy egy ötödik hullám is kialakuljon tavasszal, és több ezren esnek még elsősorban a beoltatlanok közül áldozatul a járványnak. A készenléti állapot újabb 30 napos meghosszabbításáról fogadott el határozatot mai ülésén az Országos Vészhelyzeti Bizottság. A kormány jóváhagyta a határozatot, ez holnaptól lép érvénybe. A korábbi sárga besorolásból vörös zónába került Magyarország, miután az Országos Vészhelyzeti Bizottság ismét frissítette a járványügyi szempontból kockázatosnak minősülő országok listáját. Az új szabályok már vasárnaptól hatályba léptek. Híradónkban korábban beszámoltunk arról, hogy október 31-től csak a koronavírus ellen beoltott személyek, betegségen átesett vagy negatív, 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel rendelkezők utazhatnak karanténkötelezettség nélkül Romániába. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság ehhez képest pénteken vörös besorolásúnak ítélte Magyarországot, így tovább szigorították a határátlépést. Erről Mile Lajost, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának főkonzulját kérdeztük. Aki PCR-teszttel érkezik a határa és be akar jönni Romániába, bejöhet karantén kötelezettség nélkül, de csak 72 óra hosszáig tartózkodhat Romániában, utána el kell hagynia az országot, ha nem, akkor karanténba fogják zárni. Hozzátette, azok a Magyarországról Romániába érkező polgárok mentesülnek a karantén alól, akik a határon a személy igazolvány mellett a teljes immunizálásról szóló, az EU-s QR kóddal rendelkező oltás igazolást tudják felmutatni. Minden Magyarországon és Romániában használt COVID-19 oltást elfogadnak, beleértve a Sputnik és Sinopharm vakcinákat is, de a teljes immunizálástól el kell telnie minimum 10 napnak. Magyarország továbbra sem ír elő senkinek se karanténkötelezettséget. Részletesebb és naprakész információkat a főkonzulátus Facebook oldalán találnak. Diszkriminálónak tartja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége azt, hogy az oktatás újrakezdésének egyedüli feltételeként a személyzet beoltottsági arányát határozták meg. A szövetség az iskolai szintű döntéshozatal tartja megoldásnak, ugyanakkor úgy véli, sürgősen digitalizálni kellene az oktatási rendszert. Nagy visszhangot váltott ki a társadalom különböző rétegeiben az a pénteki miniszteri rendelet, amely az iskolák újraindítását kizárólag a tanintézmények személyzetének beoltottsági fokához köti. Vasárnap a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége állásfoglalást fogalmazott meg a rendelettel kapcsolatban.
Hangsúlyozzák, az intézkedés megkülönböztető jellegű. Az RMPS elnöke Burus Siklódi Botont híradónknak kifejtette, többször szorgalmazták, hogy a járványügyi helyzet okozta helyi oktatás szervezési gondokat mindig azonos elvek alapján lehessen kezelni. Fontosnak tartják a közös teherviselés, a kölcsönös támogatás és az érintett szereplők közötti hatékony együttműködés elvét. Ugyanakkor a szövetség a járvány legyőzése egyedüli hatékony eszközének a védőoltást tartja. Mindezek ellenére mi aggasztónak és hátrányosan megkülönböztetőnek tartjuk azt, hogy az iskolai oktatás újrakezdését ennek egyedüli feltételeként az iskolai személyzet beoltottsági arányát határozták meg. Az előbb említett közös teherviselés elvével mond ez ellent. Hangsúlyozta, nem tartják méltónak, hogy a pedagógusok csoportja legyen az egyedüli szakmai társadalmi kategória, amely esetében ilyen jogi eszközöket alkalmaznak az oltakozási kedv növelése érdekében. Az intézkedés nyomán a tanintézményeket is megkülönböztetett formában érinti az iskolakezdés. Az online oktatás ugyanis elsősorban a vidéki tanintézményekben nem alkalmazható hatékonyan. Ezen településeken számos esetben alacsony a fertőzöttségi arány. Az RMPS elnöke elmondta, októberben iskolai döntéshozók tanfelügyelők körében végzett tanulmányból kiderült, 62,2%-uk súlyosabb járványügyi helyzetben a hibrid oktatást a decentralizált, iskolai szintű döntéshozatal tartja kívánatosnak. Ezt véli megoldásnak az RMPS is, ugyanakkor az egész oktatási rendszer átfogó digitalizálását sürgetik. Hargita és Kovászna megyében eléggé alacsonyak a beoltottsági arányok, de városi és vidéki tanintézmények között különbségek vannak. Ugyanakkor Maros vagy Kolozs megyében egészen más a helyzet, vagyis vidékenként változó helyzettel állunk szemben, mondta Burus Siklódi Botond. Mint ismert, hétfőtől azokban a tanintézetekben engedélyezett a jelenléti oktatás, ahol a tanári kar legalább 60%-a be van oltva. Mától csak azokban az oktatási intézményekben működhet fizikai jelenléttel az oktatás, ahol az intézmények dolgozóinak átoltottsága meghaladja 60%-ot. Bár a legtöbb iskolába bejárhatnak a diákok, az óvodák nagy része zárva maradt. Míg egyes diákok ilyen vidáman távoznak az iskolából, más gyerekek számára továbbra is a számítógép kikapcsolása jelenti a tanórák végét. Mától lépett érvénybe a tanügyminisztérium rendelete, miszerint csak azokban az iskolákban és óvodákban engedélyezett a jelenléti oktatás, ahol az intézményben dolgozók átoltottsági aránya meghaladja 60%-ot. Hajdú Zoltán, a Bújai Farkas Elméleti Liceum aligazgatója elmondta, intézményünkben jóval az elvárt arány fölött áll az átoltottság, és a diákok izgatottan várták, hogy visszatérjenek az iskolapadokba. Szombaton kellett vezetőségi tanácsot tartani ahhoz, hogy a vezetőségi tanács is megszavazza, hogy visszajönjünk az iskolába. Ott kezdetben a szülők képviselői, ők tartózkodtak, de tudomásom szerint utána felmérték a szülők körében, hogy ők hogy képzelik el, és ott is nagy százalékban a szülők amellett szavaztak, hogy a diákok visszajönnek az iskolába. A diák képviselő elsőre igennel szavazott, ebből arra következtetünk, hogy a diákságnak az az üzenete, a mi iskolánkba jöjjünk vissza, és a tanítás kezdődjön el. Illés Ildikó, a Maros megyei főtanfelügyelő helyettes híradónknak elmondta, bár a megyében a legtöbb iskola megnyitotta kapuit, fontos, hogy minél több tanintézményben dolgozó személy beoltassa magát a koronavírus járvány elleni vakcinával. Remélem, hogy a pedagógus kollégák látván ezt a helyzetet, akkor biztos, hogy átgondolják, és próbálják beoltatni magukat azért, hogy fizikailag tudjuk kezdeni az összes iskolákba a tanítást. Minden pénteken akkor újra reaktualizáljuk, átnézzük ezeket az arányokat, és annak függvényében akkor a következő hétfőn fognak kezdődni az iskolák fizikailag, vagy online. Bár kevesebb jeggyel és dolgozattal történik a lezárás, a magyar nyelven tanuló diákok számára a magyar dolgozat kötelező marad. Intenzív osztályokban pedig a választott tantárgyakból marad el az idei dolgozatírás. A kialakult helyzettel sokan nem értenek egyet. Nem tartom egyáltalán korrektnek, helyesnek ezt a nem is maga az intézkedést, hanem a helyzetet, ami így kialakult, hiszen sokan azt mondogatják, hogy
joguk van dönteni arról, hogy bekapják az oltást vagy sem. Én viszont úgy gondolom, hogy a gyermekeimnek joga van iskolába járni, illetve óvodába járni, és ez emberi joguk, tehát hogy nekik úgymond ez egy muszáj, és jó lenne, hogyha tudnának menni. Szorinkömp János oktatási miniszter korábban úgy nyilatkozott, a tanügyminisztérium ellenőrző testülete fogja ellenőrizni azokat az iskolákat, ahol alacsony az alkalmazottak átoltottsági aránya. Az oktatási miniszter közölte, megháromszorozták az ellenőrző csoportok számát, és azok egyrészt az egészségügyi szabályok betartását fogják megvizsgálni az iskolákban, másrészt arra keresik a választ, mi az oka a tanárok és a személyzet alacsony átoltottságának. Jövő héten kapják meg az iskolák a koronavírus kimutatására alkalmas nyálteszteket, nyilatkozta ma az oktatási miniszter. Szorinkömp János elmondta, kérte az egészségügyi minisztériumot, dolgozzanak ki egy eljárásra a tesztelés lebonyolítására. Évértékelő sajtótájékoztatót tartottak a Kolozs megyei RMDSZ-es tanácsosok. A mandátum első 12 hónapja alatt számos sikeres projektet zártak le. Elmondásuk szerint a jelenlegi tanácsosi testületben kicsi, de annál lelkesebb csapat dolgozik azért, hogy a megye magyarsága ne szenvedjen hátrányt. Számos projektet a pandémia akadályozott, hiszen az elmúlt másfél évben a Kolozs megyei tanács költségvetésének jelentős részét átszervezték, mondták el a Kolozs megyei RMDSZ évértékelőjén. Ennek ellenére többet sikerült megvalósítani, és még ennél is több terve vágnak neki a következő időszaknak. Sikeresen segített az RMDSZ frakciója a parlamentnek, hogy belekerült a nemzeti stratégiába a megyei gyerekkórház, amelyik nekünk egy nagyon fontos, mert ugye tizenannyi épületben működik a gyerekkórház, és már nem megfelelő. Persze, ugyancsak az országos stratégia benne van a regionális kórház is. Részletesen szó esett a helyi közösségeket érintő útfelújításokról, a Kolozs és Szilágy megyét is érintő víz- és szennyvízhálózatot érintő projektről, oktatásról, de a szociális kezdeményezéseket és a mezőgazdasági, valamint a vidékfejlesztési projekteket is ismertették. Össze van kapcsolva a gazdák és a megyei tanács olyan szinten, hogy nagyon sok pályázó kérdezte, hogy a termékeit hol lehetne értékesíteni, ugye ezzel küszködnek, és a megyei tanács alárendeltségébe tartozik a Dezméri Agro-Transzilvánia Központ, és a megyei tanács részéről a részvényesek közgyűlésébe engem delegálnak, engem küldenek, és akkor így sikerült hát egy olyan kérés, hogy az őstermelőknek is legyen egy rész fenntartva. Az épített örökség megvédése is kiemelt figyelmet kapott. A Bánfi palotát felújították, nyáróta pedig folynak a válaszúti Bánfi kastély restaurálási munkálatai. A kulturális intézmények működése is biztosított. Például a Transzilvánia Filharmónia és a Pukbáb Színház is jelentős támogatásban részesült. Közfelháborodást keltett egy neves kolozsvári pszichológiai professzor órai magatartása. Dr. Szamosközi István obszcén, trágár szavakat használt, és amiatt káromkodott, mert az órátartó oktató szünetrengette a hallgatókat. A közösségi médiában az intézet volt diákja is negatív tapasztalataikat osztották meg. Hey! Szüneten vannak! De miért vannak szüneten? Tudják, hogy jövök vissza. Azon voltak 5 percét, adtam nekik, várjál egy picit. Na. Tehát akkor akartunk szünetre. Mondtam, hogy jövök vissza, erre te elküldött szünetre. Hát de 5 perc az egész, mindjárt visszajöttek. Gyorja beléjük a Minősíthetetlen stílusban káromkodott és obszén szavakat használt dr. Szamosközi István pszichológia professzor, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának oktatója és egykori dékánja. A diákok szerint az egyetemi órára váratlanul betoppanó professzor azért lett hirtelen ideges, mert az egyébként óráért felelős kolléganője szünetrengette az első éves hallgatókat. A közösségi médiában futótűzként terjedt el ez a videó, amelyet már több százan osztottak meg személyes tapasztalatokkal alátámasztva. Egyik hallgató például így fogalmazott, az a sok terror, szexista beszólás, megfélemlítés, alázás, amit ott elműveltek velünk, elsősorban a videóban látható ember még a mai napig is szenvedést hagy maga után. De van, aki így emlékszik vissza.
Akkoriban a pszichomagyar tagozat egyfajta Észak-Korea volt miatta. Diktatórikus, megalázó, félelemkeltő stílusával mozgatta az apparátust. Aztán a mesteri szóbeli felvételén nyilvánosan és végérvényesen szétalázott, mert nem tetszett neki, hogy közben lett egy komoly barátnő. Az intézet dékán helyettese Fóris Ferenci Rita a kolozsvári rádiónak úgy nyilatkozott, nincs tudomása arról, hogy a felvételen hallható obszén kijelentések és minősíthetetlen viselkedés máskor is előfordult volna, és a professzor irányába soha semmilyen írásos panasz nem érkezett. Az intézet jelenlegi diákjai is félnek, hiszen szóbeszédekből úgy tudják, ha a diák, akkor azokat a professzor vizsgán is megbuktatja. A BBTE kora délután kiadott egy közleményt az üggyel kapcsolatban. Ebben azt írják, az ügyet a BBTE vezetősége és etikai bizottsága is elemzi. Az esetről ma este szó lesz 24+ című műsorunkban is. Hitelességükkel, valóságközeliségükkel, érzékletességükkel ragadtak meg engem. Számolt be Markó Béla Kálli István alkotásairól az író legújabb könyvének bemutatóján. A mű egy trilógia második részeként jelent meg, és az erdélyi kommunizmus utóhatásait mutatja be. Ezért nem sok a teketőri játszik, miután visszautasítja a kávét, amit a hallomásból ismer, szokásos erdélyi vendégszeretet jelélő a néni felkínált, azonnal a tárra tér. Kálli István Klastrom utca 2 című regénye egy eltervezett trilógia a második része. A történet hűen mutatja be a város régi életét. A cselekmény a kommunizmus erdélyi magyarok és zsidók életére gyakorolt hatásáról, utóhatásáról számol be az 1969-1994 közötti időszakban. Kálli István regénye, amely szintén rendkívül modern szöveg, ugyanakkor nagyon nagy sikerrel állítom én, ötvözi azt, amit hagyományos regénynek tekintünk, vagyis a történetet, a történet mesélést. Kálli István elmondta, a szereplők valós személyiségek, míg az elszenvedők nevét megváltoztatta, azok neve, akik felelősséggel tartoznak a múlt történéseiért, változatlanul szerepel a történetben. Tulajdonképpen a cím egy szimbólum is, de mint egy jelzés arra, hogy folytatása az előző kötetnek. A Klastrom utca 2-ből indult ki a történet, és megy majd végig 3 nemzedéken egy család életén, arra törekedvén, hogy bemutassa a történelmi viszonyokat, a társadalmi viszonyokat, mindazt, ami a diktatúra egy ember életére hatással van. A cím jelzi, hogy folytatása az előző, a szemfényvesztett címet viselő kötetnek, ugyanakkor a szerző szimbólumnak is szánta, mivel ez a hely a regény kiinduló pontjának helyszíne. A Klastrom utca 1995 óta a Mihály Vityázó nevet viseli. Hosszabbítás az erdélyi rangadón. Sporttal folytatjuk. Hosszabbítás után tudott nyerni a brassói korona otthonában a gyergyói hoki klub. A mérkőzés dupla szorzójának számított, hisz az Erceligába és a román bajnokságba is beleszámít az eredménye. Izgalmas, sok gólós és fordulatos mérkőzést láthattak volna a brassói nézők a házigazda Korona és a gyergyói hoki klub között, ha lehettek volna nézők a csarnokban. A korona hosszas szünet után lépett ismét jégre, hiszen az előző periódusban a koronavírusos fertőzések miatt 4 mérkőzést is játék nélkül veszített. A kényszer szünet talán meglátszott a teljesítményben, hiszen a meccs elején a gyergyóiak 4-1-re is elhúztak, a végére azonban egyenlített a korona, így hosszabbításban dőlt el a meccs 7-6-ra a gyergyói hoki klub javára. Kicsit hektikusnak tudnám nevezni ezt a mai mérkőzés, mivel hogy túl hamar vezetést szereztünk, meg elég nagy vezetés 4-1-re. Ilyenkor mindig nehéz, fejben mindig élesnek maradni. Fel is jött az ellenfél egy gólos különbségre, de végül is a védekezésünk azért a helyén volt. A hazaiak kispadja azt emelte ki, hogy volt erő a csapatban 3 gólos hátrányból is felállni, és végül megszerezni legalább egy pontot azzal, hogy ráadásra mentette a találkozót. A mérkőzés második szakaszában azt gondolom, hogy többet lőttünk kapura, több helyzetet tudtunk teremteni. Az edzők mindkét oldalon védekezéssel nem lehettek elégedettek, ugye ez elég szokatlan eredmény a jégkorongban. Minden esetre sajnáljuk, mert rengeteg energiát fektettünk bele a mérkőzésbe. Talán mondhatom azt is, hogy megérdemeltek volna a győzelmet, de
kár, hogy nem láthatták a szurkolók élőben, mert egy közönség szórakoztató mérkőzés volt. Az Erste Liga két-két hazai mérkőzéssel folytatódik az erdélyi csapatok számára, hisz a Mac Buda és az Uni Győr látogat sorban péntektől hétfőig az otthonukba. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.